Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy villámjóslás október 29-ére. A képen látható egy fa. A fa szimbolizálja természetesen a természetet, de a gyógyító erőt is. És ez érezhető a mai napon és a következő napokban is. Ha beteg vagy, vagy valaki beteg a környezetedben, akkor itt megvan most a gyógyító erő. Persze azt is jelentheti, hogy ez a hivatásod, és itt fogsz még valamit tanulni, és éled a hivatásodat. Ahogy látható a képen, itt vannak utak. Itt lesz mozgás, előre mennek az események, sokaknál lesz külföldi kapcsolat vagy utazás. Itt döntésekről is szó van, hiszen elérkezünk most az életutunkon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozunk azon, hogyan tovább, melyik irányba. Az a fontos, hogy jó döntéseket kell, hogy hozzunk. Amikor hibázunk, most így a napokban, ha itt is vagyunk, ott is vagyunk, mindenütt, mert ez ahhoz vezet, hogy kimerültek, fáradtak leszünk, elveszítjük az irányt, nem tudjuk, hova tekintsünk, mert minden olyan zavarosnak, átláthatatlannak tűnik. Ezek az utak jelenthetik a külső befolyásokat is. Az is fontos, hogy átgondoljuk azt, hogy ki milyen szándékkal közeledik hozzánk. Akar valami jót és kedves velünk, akkor fontos, hogy egy úton menjünk tovább, ápoljuk ezeket a kapcsolatokat. Viszont ha valaki hamis, és a hamis emberek gyakran olyan mézes-mázasan közelednek hozzánk, akkor ne higgy ebben. Akkor inkább gondolj arra, miért olyan mézes-mázas, mit akar tőlem, hiszen úgy érzem, ártani akar. Mert vannak irigy és hamis emberek. Tehát légy kicsit óvatos, légy okos, és tekints el ezektől a hamisságoktól, és járj egy új úton, vagy egyedül, vagy olyan személyekkel, akikben megbízhatsz. Itt is döntésekről lesz szó. És most mutatok egy másik képet. Ajurvéda az jelenti az életnek a művészetét, az életnek a tudását, bölcsességét. Van három irány, három energiai mező. Vata dósa, az jelenti a mozgást, Pita dósa, az jelenti a megújulásokat, a transformációt, és Kapha dósa, az jelenti azt, amit szeretnél megalapozni, amit szeretnél megtartani. Ha megnézem a napi horoszkópot, a személyes bolygókat, tehát Szaturnusz bolygóig, ehhez a napot és a holdat, akkor az indiai asztrológia szerint tudom azt közölni, így október 29-énél, hogy a tűz elemében van a hold, a levegő elemében van Mars bolygó, Vénusz bolygó, Merkur bolygó és a Nap. A Föld elemében van Szaturnusz bolygó, és a víz elemében van Jupiter bolygó. A Vata dósa az jelenti a mozgást. Itt a levegő eleméről van szó. Itt van Mars, Vénusz, Merkur és a Nap. Mars és Vénusz jelenti a párkapcsolatot, Merkur bolygó a cselekvéseket, a kommunikációt, és a Nap megvilágít valamit. Itt van vagy lesz mozgás,
ami a párkapcsolatot illeti, hiszen Mars és Vénusz bolygóról van szó. Mivel Merkur bolygó is kihat, itt lesznek beszélgetések, és a nap megvilágítja a dolgokat, tehát itt tisztázódik valami köztetek. A hold, az a tűz elemében van, Jupiter bolygó a víz elemében, ez a pita dósa, tehát itt megvan a transformáció, a megújulások. A holdnál lehetnek anyai témák, vagy kihat az érzelmekre, mint ahogy itt az utaknál is mutattam, vannak negatív érzelmek, mint például félelmek, bizonytalanságok, de másoktól jöhet az irigység, a féltékenység is, ezt is észre kell venni, és nem ebbe az irányba tekinteni, hanem a pozitív érzelmeket élni, a megbecsülés, a hit, a béke, a szeretet. És akkor itt ez a pitadósa jelenti ezeket a változásokat, kihat az érzelmeinkre. És Jupiter bolygó segít, hiszen adja a lehetőségeket. És a Föld elemében van Szaturnusz bolygó, a víz elemében Jupiter bolygó, ez a kafa dósa, amikor meg tudunk valamit alapítani, ez jól illik Szaturnusz bolygó energiájához, hiszen segít abban, hogy kiépítsünk valamit, ami fontos számunkra. És ahogy az utak itt mutatják a képen, itt ebbe az irányba kell tekinteni, és az legyen a cél jelenleg, ami fontos számunkra. Ez lehet a hivatás, lehetnek a családi kapcsolatok, az anyagiak, vagy a párkapcsolat. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendel rám!